Bővülő eszközpark, rövid időn belül 120 új gabona és nyers étolaj szállítására alkalmas vagont működtet az East-West Gate fényes litkén. Bértámogatás és vállalkozóvá válás, 7,5 milliárd forintos program indul Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében. József Attilára emlékeztek, Halászi Aladár tartott előadást a magyar költőről Nyíregyházán, a Kálai gyűjteményben. Környezetbarát zöld vagonokkal bővíti teherszállító flottáját a fényeslitkei East-West Gate Terminál. Európa egyik vezető leasing cégétől, a svájci Vaskózától vesz hosszú távra bérbe 60-60 új gabona szállító és tartályvagont. A Kölcsei Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket! A vagonokat kifejezetten a hazai átrakodó vállalat igénye alapján gyártották, a régebbi típusúaknál könnyebb kocsik gazdaságosabb szállítást tesznek lehetővé, a vállalat pedig mezőgazdasági termékek, elsősorban ukrán gabona és nyers étolaj szállítására használja a vagonokat Dél- és Nyugat-Európa irányába. Munkában az óriás daruk fényes litke mellett az East-West Gate vasúti intermodális terminálon rakodják a 20 lábas konténereket, az azokat mozgató szerkezeteket pedig egy időben néhány száz méterre a helyszíntől egy operatív szobából irányítják 5G-s technológia segítségével. Üzemszerűen működik a másfél éve átadott kereskedelmi csomópont, most, valamint a következő hónapokban pedig tovább bővül a vállalat eszközparkja, számolt be róla Tálosi János vezérigazgató szerdán. Európa egyik vezető leasing cégétől béreltek nagy térfogatú zöld vagonokat, melyből 30 gabonaszállító érkezett meg, még 30 érkezik május végén, júniusban, júliusban pedig újabb 60 tartályvagont várnak. Jelenleg 170 fős létszámmal dolgozunk, gyakorlatilag feltöltöttük a jelenleg a működőképességhez szükséges létszámot. Jól képzett, fiatal, 33-35 év közötti átlag életkorú kollégákat sikerült felvennünk. Várhatóan ez az elkövetkező 2-3 évben a létszám szükségletet fedezi. Az eszközparkot jelentősen növeltük, mozdonyokat leasingeltünk, vasti kocsikat leasingeltünk, tehát gyakorlatilag a terminál és a cégcsoport, ugye a EVG Rail és az EVG Customs és a terminál minden eszközzel rendelkezik ahhoz, hogy ez a forgalom jelentős növekedést érjen el. Ennek része a Vaskózától most átvett 30 gabonás kocsi, amiből még jön 30, és az a 60 olajos nyers étolajt szállító vagon is, ami szintén a kapacitásunkat növeli. Az East-West Gate által üzemeltetett zöld gabonaszállító vagonok 95 köbméter térfogatúak és 20 tonna önsúlyúak. A régebbi típusú kocsiknál könnyebbek, ezért több árut, nagyjából 2 kamionnyit tudnak szállítani. Így jelentősen olcsóbb velük a fuvarozás, mivel a fuvardíjakat jellemzően nem súlyra, hanem vonatszerelvényenként határozzák meg. A vagonok szerte Európában tudnak közlekedni, ahol a vasúthálózat normál nyomtávú. Az első üzlet, amit megkötöttünk, az az úgynevezett zsebes kocsik terén jött létre. Ezek olyan speciális intermodál vagonok, amelyek ikerkocsik, hadtengelyesek, trélereket, illetve konténereket lehet rárakodni. Tehát ezzel is elősegítve, hogy a közútról a vasútra tereljük a forgalom egy részét. A sajtótájékoztatón elhangzott, az Ukrajnában zajló háború miatt az intermodális vasúti kereskedelem visszaesett, így a fényeslitkei terminálnak is alkalmazkodnia kellett a megváltozott körülményekhez. Ezért lett most kiemelt jelentőségű az ukrán gabona és nyers étolajszállítás. Tálosi János ugyanakkor optimista azt illetően, hogy a vasúti árufuvarozás más területeken is fellendül. Azt gondolom, hogy minden háború egyszer véget ér, reméljük, hogy minél előbb. El se tudjuk képzelni azt az árumennyiséget, amire ott szükség van ahhoz, hogy a károkat helyrehozzák. A másik pedig, hogy a vasút szerepe szerintem fel fog értékelődni. Felértékelődik még pedig azért, mert ez a forgalom most visszaesés van, ugye erről beszéltünk itt is. Ez csak átmeneti. Ez a gazdaságnak a növekedés ütemének a lassulása miatt volt, de most, ahogy ez újra visszajön, és megindul Ukrajna fele és befele az áruforgalom, én azt gondolom, hogy nagyon jelentős növekedésre lehet számolni.
A vállalatnak egyéb iránt a gazdasági helyzettől függetlenül is vannak rövid távú céljai. Az eseményen elhangzott, 3 hónapon belül elindíthatnak egy naponta közlekedő kamionbontatmányokat szállító járatot Munkács, Bátyú és a Fényeslitkei terminál között. Ezzel jelentősen tehermentesíthető a kamionforgalom az ukrán-magyar határon, ahol az utóbbi időben jelentősen megnőtt a várakozási idő. Közeleg a határidő, hétfő évfélig kötelező befizetni a gépjárműadót a tulajdonosoknak a Nemzeti Adó és Vámhivatal felé. A határozatokat a NAV március eleje óta elektronikusan küldte mindenkinek, akinek van valamilyen elektronikus elérhetősége. Akiknek nincs, azok postán kapták meg a papírokat. Ettől az évtől kezdve a gépjárműadót egy összegben április 15-éig kell befizetni. A természetes személyek befizethetik a gépjárműadót a NAV mobil alkalmazásában, majd a határozatban szereplő link használatával ügyfélkapus azonosítás után. Az ügyfélkapus elérhetőséggel rendelkezők a megkapott határozatban szereplő fizetési linkre kattintva is teljesíthetik a fizetést, akik nem rendelkeznek ügyfélkapuval, a postai úton küldött irathoz mellékelt csekken vagy az ügyfélpoltáról indítva bankkártyával, házi bankos utalással is rendezhetik a tételt. A Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei munkaerőpiac keresleti és kínálati oldalának összehangolása a célja az önkormányzat és a kormányhivatal közös projektjének. A TOP Plusz biztosította 7,5 milliárd forintos költségvetésből 60 fő egyéni vállalkozóvá válását segítik, de támogatják a 30 év feletti hátrányos helyzetű álláskeresőket. A részletek az nfs.munka.hu oldalon olvashatóak. Megvalósítási szakaszába lépett a TOP Plusz keretében zajló Foglalkoztatási Gazdaságfejlesztési Együttműködések című projekt, amelyet a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Kormányhivatal és Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegye Önkormányzata alkotta konzorcium együttesen valósít meg. Több mint 7,5 milliárdos az a programcsomag, amelyet elindítunk a Paktum Plusz program keretében. A Vármegyei Fejlesztési Csomag része ez, a területi operatív program szerves része. Korábban ez a program kisebb paktumokat is tartalmazott, illetve Nyíregyháza megyei jóváros önálló programmal indult az előző 7 évben. Most ezt vármegyei programként egységesen valósítjuk meg a vármegyében. Meggyőzés szerint, mire a program zárul, addigra inkább közelebb leszünk a 9-10 milliárdhoz a program zárásakor, mint a 7,5 milliárdos mostani kezdésnél. A program első 2 pályázati kiírása már megjelent a napokban. Az egyik a vállalkozóvá válást elősegítő támogatás, amelyet 60 fő kaphat meg. A másik pedig a 30 év feletti hátrányos helyzetű álláskeresőket célozza meg bértámogatás formájában. A megye munkaerőpiaci helyzetből adódóan a mindenféle támogatás nélkül vesznek fel a cégek embereket, és tudnak is sokan elhelyezkedni, viszont szükség van az ilyen támogatott programokra, hogy azokat is meg tudjuk szólítani, akiknek egyébként az elhelyezkedése az nehezebb a munkaerőpiacon. Itt ágazatot tekintve 3 területet kijelölve, az építőipar, a kereskedelem és a gépjármű javítás, és mindemellett a tartósan munkanélkülieket, a közfoglalkoztatásból kilépőket, vagy az úgynevezett inaktívakat is megcíloztuk. Tehát a gyakorlatban ez azt jelenti, hogy akkor lehet sikeres támogatási kérelmet benyújtani, hogy a foglalkoztatni kívánt állampolgár az valamelyik ilyen célcsoportba beletartozik, és azt gondolom, hogy ha ennek megfelel, akkor jó eséllyel tudunk is támogatást adni, mert szerencsére, illetve a kormányzati döntésnek köszönhetően olyan mértékű támogatási keret áll rendelkezésre, ami képes arra, hogy az ilyen típusú igényeket azt támogatásban tudjuk részesíteni. Nyíregyházának 2017-től 2023-ig saját foglalkoztatási programja volt, ezzel 2250 ember foglalkoztatását segítették elő. Az így szerzett tapasztalatokat most beépítik a vármegyei paktumba. Nem csak a jó gyakorlatot tudják átadni a vármegye székhelyen, profitálni is fognak belőle. A déli ipari park új befektetőinek és a régóta itt működő nagygyárak dolgozóinak alig fele nyíregyházi. A munkavállalók jelentős része a vármegye más településéről származik. Elindultak az ipari parki beruházások, amelynek a munkaerő igénye 5-6 ezer fő lesz, és ezek közül a cégek közül 2 már évvégéig próbaüzemet tervez, a dél-koreai Debuscope, illetve a német Boysen. De ezeknek a cégeknek, ezeknek a beruházásoknak a munkaerő igénye, a szakképzett munkaerő kérdésköre is máshogy fog felmerülni, mint
mint évekkel ezelőtt. Tehát ezeket, gyakorlatilag ezeket a kérdéseket mi már az elmúlt másfél évben végigvettük, és én azt szeretném, és arról beszéltünk, hogy ez a megyei paktumban, mert most már csak a vármegyei kormányzás paktumban, ne álljanak ezek le, hanem menjenek tovább, vigyük tovább, mert erre nagyon nagy szükségünk lesz. A vállalkozóvá válás támogató pályázatra április 25-ig lehet jelentkezni, a bértámogatás folyamatosan igényelhető. A részleteket az nfs.munka.hu oldalon lehet elolvasni. A jövőben a bankautomaták mellett a postákon is lehetőség lesz havonta két alkalommal ingyenesen felvenni legfeljebb 150 ezer forintnyi készpénzt. Az erről szóló jogszabálymódosítást szerdán fogadta el az országgyűlés. 2014 óta egyébként már van lehetőség arra, hogy havi két alkalommal ingyenesen vegyünk fel pénzt a bankjegy kiadó automatákból, azonban eddig a postákra ez nem volt kiterjesztve. Az intézkedést a Nemzetgazdasági Minisztérium kezdeményezte, hogy segítség azokat, akik olyan településen élnek, ahol bankautomata nincs, de postai szolgáltatást igénybe tudnak venni. Minden, ami költészetünkben addig volt, beleolvadt József Attilába, minden, ami azóta van, vele kezdődik. Így írta körül a magyar költő munkásságát korábban Hegedűs Géza. A költészet napja alkalmából ezúttal Halászi Aladár tartott előadást a Kálai gyűjteményben. A rendezvényen több vers részlet is elhangzott a posztumusz Kossuth díjas magyar költőtől, József Attilától. Teli hornál lesz gyönyörű a virágzó lét közepén kettesben beteljesülve a bád, amit a tavasz keltett, mint a virágokban az illat. Halászi Aladár egyik verse is elhangzott a költészet napja alkalmával a Nyíregyházi Kálai gyűjteményben. A korábban tanárként dolgozó író-költő egy emléklapot is átvehetett a rendezvényen annak elismeréseként, hogy rendszeresen gyarapítja a múzeum gyűjteményét saját munkáival. A kapcsolatom a múzeummal, nem ezzel, hanem a József András Múzeummal, az meg azzal erősödött, hogy a különböző kézzel írott dolgaimat nekik ajándékoztam, több száz ilyen anyag. 13. kötete van készülőben, amely a tervek szerint jövőre fog megjelenni. Ebben lesznek közéleti és szerelmes versek, dalok, ódák és rapszódiák is. A tematika változatossága hasonlít József Attila munkásságára. A költő bárcsak 32 évet élt, ezzel is meghatározta a magyar irodalmat. Nem véletlenül kötik a magyar költészet napját az ő születésének napjához, április 11-éhez. Újító is volt, nagyon változatos volt az ő forma művészete, formakincse. A szabadverstől a gyermekversen át a dalig, az ódáig, elégiáig, mindenféle lírai műfajt megtalálunk az ő költészetében. Úgyhogy az egyik gyerek, hogyha már a tanítványt úgy nevezem, az ezt a műfajt szereti, akkor abban talál nagyon szép, és hát gyönyörű nyelvezettel csinálta, és nagy-nagy érzelem kiáramlással találkozunk József Attilával. Az emberiesség és a magyarság költőjeként is emlegetik József Attilát, aminek egyik ékes bizonyítéka az Elégia című költeménye. A költészet napja alkalmából rendezett előadáson ebből is elhangzott egy részlet. Tudod-e, milyen öntudat kopár öröme húsz vonz, hogy a táj nem enged, és miféle gazdag szenvedést taszít ide, anyához tér, így az a gyermek, kit idegenben löptek, vernek. Igazán csak itt mosolyoghatsz, itt sírhatsz, magaddal is csak itt bírhatsz, ó, lélek, ez a haszám. Elnézést kérlek, mindig nem is fogom legközelebb választani ezt a részletet, mert mindig elsírom magam. Pénteken mutatják be a Hét tenger meséje című előadást Csedjánszki Nóra rendezésében a Móricz Zsigmond Színházban. Tar Dániel, Tari Patrícia és Vámosi Belme Judit eleveníti meg az előadásban, olykor Odüsszeusz bolyongásait, máskor az 1001 éjszaka történeteit.
Mesélek neked a héttenger híres, csodálatos hőséről. Akarod? Az alkotói képzelet a legideálisabb esetben határtalan. Pontosan úgy, ahogyan a gyermeki képzelet. Mindenből lehet bármi, és a bármiből pedig valami. Borzasztóan bonyolultan hangzik, pedig gyermeki magasságban ez egészen egyszerű. És akkor elkezdem megpróbálni visszafejteni, amikor azon gondolkozom, hogy hogy tud ebből gyerekmese lenni, főleg ugye, hogy itt egészen kicsiknek kell fogalmazni. És akkor, amikor teret megtalálom, akkor általában akkor kezdenek jönni az ötletek, hogy valóban itt mondjuk a terünk egy padlástér, és elvileg egy magányosan felnővő kislány játszik itt egyéb játszótársak hiány azokkal a tárgyakkal, meg a babájával, meg hasonlókkal, ami neki adatik. És akkor abból azt tényleg hiszem, és általában eddig azért be is igazolódott, hogy aztán bármire, amire, hogy te is utaltál erre, ő rá mondjuk, hogy ez most egy kastély, egy most egy hajó, ez most egy nem tudom micsoda, akkor pusztán attól, hogy annak játsszuk, a gyerek az el fogja hinni. Tehát én ezt egyébként nagyon szeretem, hogy amit találok egy adott térben, abból tulajdonképpen a fantázia segítségével bármi lehet. Az előadás olyan konkrét történeteket dolgoz fel, melyek a felnőttek számára iskolai tananyagként is szerepeltek. Sedienszky Nórát időről időre az mozgatja, hogyan lehet ezeket a gyerekeknek is elmesélni. Abban igazából az én merészségem, meg egy kicsit kísérletezek is ezzel, hogy az Alapja bolygó hollandi című opera, ami hát egyrészt nagyon felnőtt történet, másrészt van benne egy kis tragikus felhang. Engem nagyon érdekelt maga az alapsztori, de hát nyilván nagyon át kellett alakítanom, tehát a meseiséget és happy end-el zárni nyilván, hogy a gyerekeknek egy derűs történetet adjak alapvetően, amiben, ahogy sok mesében is természetesen vannak próbatételek, csalódás, fájdalom, magány, de hogy meglegyen az a kalandosság, játékosság is, ami a kicsiknek kell. Szimbád mesékből dolgoztam bele motivumokat, az 1001 éjszakából, illetve az Odüsszeának is szintén van ilyen gyerekeknek való feldolgozás, és akkor abból kivettem néhány kalandot. Ezen a különleges hajóúton, mely egy poros padlásról indul, mindössze három szereplő kíséri a gyermekeket. Tari Patrícia, Vámosi Judit és Tar Dániel, aki a vármegyében élő gyermekek számára már egy megbízható, szerethető és fantasztikus mesehőssé válik folytonos átalakulásaival. Az, hogy valami rettenetesen hiányzik, miközben a hullámok mormolását hallgatok. Hát a tenger. Nem maga a teljes. Én nagyon szeretem ezt a teret egyébként, mert nagyon intim. Sokkal jobban szerettem sokszor, mint a nagy színpadot. A kukucs kapcsán tapasztaltam meg először azt, hogy milyen nehéz is az, hogy egyedül fönntartani, illetve ott volt ugye az Olajos Gábor, de hogy ott szembesültem vele, hogy mik azok az energiák, amiket mozgósítani kell egy ilyen térben. Hát kamuzni semmiképp, és a törővel volt azt hiszem a variáció kapcsán egy mondatunk, hogy mindent vagy semmit, ugye? Ugye? És akkor ez, így kezdtük el a darabot. Tehát itt is ez működik szerintem, és a Titivel, illetve a Jucival ezt én azt gondolom, hogy jól tudjuk képviselni. Én nagyon jól érzem velük magamat, és nem érzem azt, hogy lenne bármilyen mozzanat az előadásnak, amire nem figyelne a gyerek. Az előadás díszletét Boldizsár Zsolt tervezte, a jelmezeket pedig Vereckei Rita. A mese zeneszerzője Nyitrai László is koreográfusként volt jelen a darabban is szereplő Vámosi Belme Judit. A bemutató április 12-én pénteken 11 órakor lesz a Bárány Frigyes stúdióban. A DVTK Kosárlabda Akadémiával kötött együttműködési megállapodást a Nyikse. Három korosztályos lánycsapat Nyikse DVTK néven szerepel a jövőben, emellett több területen is szakmai segítséget nyújt majd a Miskolci Akadémia. A Nyíregyházi Egyesület U14-es fiú csapata a közelmúltban egy nemzetközi tornán szerepelt Szarajevóban, ahol 30 együttes között a 9. helyen végzett. A Nyikse megalakulása után a fiú szakákban kezdett el foglalkozni a fiatalokkal, majd nyitottak a lányok felé is. A 11-12 éveseknél még szerepelhetnek vegyes csapatok, aztán viszont már külön válik a két szakág. A Nyíregyházi Egyesületnél jelenleg mintegy 50 lány kosarazik, az Egyesület vezetése pedig keresett egy erős szakmai partnert, amelyet a DVTK Kosárlabda Akadémia személyében talált meg. Az együttműködésről szóló megállapodást szerdán írták alá a felek.
Közös néven indulnak az U11, U12-es és U14-es korosztályú leánycsapataink, méghozzá Nyíkse DVTK néven szerepelnek majd a regionális bajnokságban. Ehhez kapunk egyébként némi tárgyi támogatást, labdákat, mezeket, és természetesen nagyon erős szakmai hátteret, hiszen mind a kiválasztásnál, a toborzásnál is jelen lesznek a DVTK szakemberei, valamint edzőinket is képzik, a gyerekek edzőmérkőzéseken lehetnek részt a DVTK-nál, a kiválasztásokra meghívást kapnak, szóval figyelemmel kísérik a szakmai munkát itt nálunk, a DVTK szakemberei, és bízunk benne, hogy előbb-utóbb már Euroligás csapatba és válogatottba, illetve a DVTK NB1-es csapatához is kerülnek majd nyiksés lányok. Az idei szezonban az Euroligában szereplő, a Magyar Bajnokságban alapszakasz győztes DVTK akadémiája is profitálhat majd a kapcsolatból. Mindenhol tud tanulni az ember, én azt gondolom, tehát ez abszolút független attól, hogy mekkora egyesületről van szó. Én nagyon örülök annak, hogy a Nyíkse minket választott, és azt gondolja, hogy partnerek tudunk lenni egy ilyen együttműködésben. Elsősorban nyilván nem titkoljuk, hogy a mi célunk az, hogy ebben a régióban is megtaláljuk azokat a tehetséges utánpótláskorú lányokat, akikből akár profikos állabdázót, vagy akár utánpótlás, vagy felnőtt válogatott szintű játékosokat tudunk képezni. Elsősorban ez volt az, ami minket motivált ebben az együttműködés megállapodás megkötésében, de természetesen azt gondoljuk, hogy más egyéb területeken is, akár a szakmai oldal tekintve együtt fogunk tudni működni, és egy közös gondolkodás által fejlődni, illetve fejleszteni mindkét egyesületben a gyerekeket. A Nyíkse U12-es fiú csapata a közelmúltban Szarajevóban vett részt egy nemzetközi tornán. 30 csapat volt csak U12-es korosztályban, tehát U12-es korosztályban 30 csapat 6 csoportban versengett. Éppen néhány pont hiány maradtunk le, tehát pontkülönbséggel a 8-as döntőbe jutásról. 4 mérkőzésből 3-at sikerült megnyernünk, és ez azt gondolom minden várakozást felülmúl, főleg annak tükrében, hogy egy sokkal agresszívebb és szabadabb kosárlabdát játszanak, tehát a szabályrendszer abban a korosztályban még nincs úgy lekorlátozva, mint itt Magyarországon. Az elnök még elmondta, hogy május 26-án ismét megrendezik a józsavárosi streetball pikniket, szeptemberben pedig nemzetközi U14-es fiútornát rendez majd a Nyíkse. Híradónk végén nézzük főbb híreinket ismét néhány mondatban. Bővült a mozdonyállomány, és jelentősen bővül a vagonállománya is az East West Gate vasúti intermodális terminálnak Fényes Litkén. A vállalat összesen 120 új gabona és nyersétolaj szállítására alkalmas, környezetbarát vagont bérel Európa egyik vezető leasing cégétől. A régebbi típusúaknál könnyebb kocsik gazdaságosabb szállítást tesznek lehetővé Európa minden normál nyomtávú vasúti vonalán. 7,5 milliárd forintos foglalkoztatási program indul Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében. Az önkormányzat és a kormányhivatal konzorciumában létrejött projekt célja, hogy a gazdasági szereplők közötti aktív és kölcsönös kommunikáció jöjjön létre. Ezzel együtt pedig a munkaerőpiaci kereslet és kínálati oldal összhangba kerüljön. A költészet napja alkalmából tartott előadást Halászi Aladár Nyíregyházán, a Kálai gyűjteményben. Beszélt József Attila életéről és munkásságáról, de vers részletek is elhangzottak. A posztumusz Kossuth díjas magyar költő idén lenne 119 éves. Április 11-én csütörtökön a Kölcsei Televízió híradóját látták, jön az időjárás jelentés, friss hírekkel pedig holnap este is jelentkezünk majd. Megköszönöm figyelmüket, viszontlátásra! Pinteken marad az északi irányú, általában gyenge vagy mérsékelt légmozgás, keleten, észak-keleten délután élénkülhet meg a szél. Országszerte napsütéses, kellemes hőmérsékletű időjárás várható, a délután folyamán itt-ott fátyol felhőzet szűrheti a napsugarakat. Délután 21 és 26 fok között alakul a hőmérséklet.